Egyszerűen ez bazd meg, ez annyira nevetséges. Itt ülök 25 perce bazd meg, hogy meg tudjam csinálni ezt a fos szart, hogy lehessen recordingolni a kurva gépen, a kurva laptopon. Egyszerűen nem jó, nem bírja feltelepíteni azt, amit kéne. Azom, hogy ablak felvétele semmit nem csinál. Meg van halva teljesen ez az egész szar, nem tudok tulajdonságaiban basztatni őt. Eszköz nincs csatlakoztatva, vagy nem elérhető. Mi a kurva isteni, mi az, hogy eszköz nincs csatlakoztatva? El sem hiszem, végre bazd meg. Csak mennyi idő ment el vele? 40 perc? Csak arra, hogy a laptopomon tudjak felvételt indítani. Nice. Hello everyone, my name is Atnabel and this is Atnabel's Mind part 1 and nem tudom miért beszélek angolul, de akkor essünk is neki most már végre valahára, az év közepén vagyunk és nem volt egy Atnabel's Mind videó, úgyhogy let's go team! Szóval még mielőtt belevágnék a mai Atnabel's Mindba, akkor picit részletezem, hogy miért nem sikerült csinálnom egyetlen egy darab Atnabel's Mind videót, pedig azt mondtam, hogy 2021-től elkezdem ezt a sorozatot is, mivel tetszett nektek és akartátok ti is, hogy legyen belőle több epizód. Ugye angolul videóztam így 2021 elején, és amikor arra itt kellett volna rávennem magam, hogy csináljak videót ehhez a sorozathoz, ahhoz azt kellett, hogy angolul kellett beszéljek egy adott témáról, amit találtam is egy témát, ami nem volt rém unalmas, az már egy fél csoda volt, de utána meg már, tehát elmondtam a témáról a véleményed angolul, meg lehetett érteni, de nekem annyira nem tetszett a szóhasználataim, meg az egész, tehát olyannyira száraz és kurva unalmasnak éreztem, hogy inkább nem is töltöttem fel ezeket a videókat és hagytam az egészet a francba. És most már egy magyarul csinálom videókat, talán így jobb lesz valamivel, és ja. Úgyhogy valami ilyesmi a téma. Na már most a mai nap egy elég érdekes témát hoztam nektek. Annyira érdekes, hogy én még utána sem néztem, azt sem tudom, hogy ez micsoda. De már a cím az elég érdekes volt, és most megpróbálom megkeresni. Itt van a laptop, amit már használtam máskor is, de megmondom őszintén, felvételre még nem. Nagy nehezen ráerőszakoltam az OBS is működik is. És most pedig, amit fog történni, hogy ezen talán láthatjátok, hogy én mit nézek, és akkor itt ilyen nagyon epic összevágásokat tudok csinálni. Ezt a posztot a lit.hu írta, és arra gondoltam, hogy megnézzük közösen, hogy ez mi. Jó, hogyha követtek ilyen, hát nem tudom, magazinok, igen. Úgyhogy nézzük is meg, a lit.hu-nak a bejegyzését olvashatjuk, vagy cikkét pontosabban. Úgy szól a cikk cím, hogy ennyi volt a torrent, kiadhatóak lettek a torrentező felhasználók adatai. Így van, most a torrentről lesz szó, ez a cikk lesz majd az alapja. A héten született meg az az ítélet, amely kimondja, hogy az egész EU területén a szolgáltatók kiadhatják a torrentezők adatait a jogtulajdonos számára. Ez elég érdekesen hangzik. Felolvasom a cikket, az érdekesebb részeket bevágom, de a nagy jelszerűen ki fogom vágni. Európa legfelsőbb bírósága egy ügy kapcsán úgy döntött, hogy bizonyos esetekben az internet szolgáltatókat kötelezhetik arra, hogy átadják azon ügyfelek adatait, akik állítólag illegálisan töltöttek le online anyagokat. Az említett bírósági ügy a ciprusi székhelyű Mirkom követelésére vette kezdetét. Arra alapozta a követelését, hogy ezek az IP címeket a vállalat tulajdonában lévő pornofilmek illegális továbbítására használták. A Telnet természetesen megtagadta az adatok kiadását, melyet követően még 2019-ben a Mirkom a belga cégbíróság az... Úristen! Ordermeningsrechtbank Antwerpenig vitt. Az ügyet ezután az Európai Unió Bíróságához, EUB továbbították, amely többek között az ítélet alapján hozhat bizonyos rendeleteket, melyeket a továbbiakban hasonló ügyekre alkalmazhatnak az egész unió területén. Múlt héten pedig az EUB úgy ítélte meg, hogy amennyiben indokolt, arányos és nem visszaélésszerű módon történik, akkor az ügyfeleket átadhatóak a jogbirtokosok számára. Ez azt jelenti, hogy továbbiakban a szolgáltatók nem csak a meggyanúsított felhasználók IP címét, hanem azok valódi nevét és lakját is
kiadhatják a jobb birtokos számára. A döntés technikai részleteit viszont még egyáltalán nem eldöntötték, többen az adatgyűjtések hogyan járról fogalmaztak meg kritikát, de a jogtiszta felhasználókról szóló törvénykezést is módosítani kellene, uniós és lokális szinten is. Magyarországon például alapvetően nem büntetik a torrentre való letöltést. Ugye ez egy eléggé érdekes helyzet, és akkor most picit reflektálok, még mielőtt egy picit tovább nyomozunk, hogy megnézem, hogy mit tartalmaz az egész, megkeresni ezt az úgynevezett ítéletet. Megmondom őszintén, én most úgy fogom kezdeni az egészet, hogy én is kalózkodtam, én is torrenteztem jó párszor, filmeket, játékokat leginkább, de megmondom őszintén, mostanában szinte az elmúlt 4 évenben, 5 évenben nem csináltam ilyesmit. Lehet ezt úgy kezelni, mint egy tabu téma, tehát hogy erről nem szabad beszélni, meg mit tudom én, de szerintem valamilyen szinten érdemes megemlíteni, mert eléggé kétélű kard ez. Tehát ugye azt nagyon sokszor lehetett hallani például egy játék esetén, hogy valami új dolog kijön, és nem tudod eldönteni, hogy ez a játék jó vagy rossz, megnézel kritikákat róla, megnézel gameplayeket róla, de igazából ez neked nem igazán jön át, hogy neked ez most megéri vagy sem. Mert ugye ez egy eléggé konkrét kérdés, hogy te ez a játékkal fogsz játszani vagy nem, és jó pár ember például letorrentezi az adott játékot, csak hogy megtudja, hogy milyen, hogy egyáltalán megéri ezzel játszani. Viszont ugye vannak olyan dolgok, hogy demo. Na már most nem minden játékhoz készítenek már demo, sőt már egy jobban kezd kimenni a divatból, pedig szerintem elég okos dolgokat lehet volna csinálni, nagyon smart dolgokat. Nem volt Steam-em, nem tudtam mi az a Steam, nem tudtam egyáltalán, hogy mik ezek a dolgok, és igazából én részben ezért torrenteztem. Ugye a másik dolog a filmek. Igazából mind a kettő téma, hogy a játékokat torrentezni, vagy filmeket torrentezni, mind a kettő dolog elég erős. Én azt mondom, hogy a filmeknél sokkal durvább, hiszen azért mégiscsak például vannak a mozik, vagy videótékák, vagy nem tudom, bár már azok is elég ilyen ritkábbak. Filmet azért torrentezem, hogy megnézze őket, de és nem azért, hogy vagy ezt a filmet meg akarom nézni a mozikban, vagy sem, mert a másfél óra per 2,5 óra alatt, ami alatt megnézed, már tudod a választ, és nem is akarsz elmenni mozikból. Tehát igen, ez azért sokkal gázabb szerintem, bár mind a kettő rész eléggé necces. Eléggé nehéz téma ez, és kezelni meg végképp azt, hogy most ez jó vagy rossz. Én azt mondom, hogy szerintem valami ez egyértelműen nem egy pozitív dolog, de meg lehet érteni a háttereit, viszont azok az emberek, akik ezzel időt öltek, hogy elkészítették ezt a produktumot, azoknak meg viszont eléggé erős és komoly szívfájdalom valóban, amikor kétszer annyi ember letorrentezi, letölti és nem fizetnek a produktumért, mert szerintem valami legtöbb esetben megérdemlik. Tehát mondjuk egy jó filmet... Bazd meg! Bár nem igazán szólhatna, bazd meg, hogy éppen jön valami fos, amikor az adott személyek vagy egy csoport valóban pénzt és energiát nem pazarolva elkészít valamit, és akkor több millió ember pedig azt mondja, hogy hát ő letorrentezés, csá. Valóban ez így szerintem nem a legfelebb dolog ezekkel az emberekkel sem. De például, hogy van egy produktum, ami gyenge, és mondjuk nem akarod tudni, hogy egyetem mi az, és rájössz, hogy tényleg gyenge, de ez illegális módon letöltötte az adott dolgot, akkor ez kalács tud lenni. Szóval igen, igazából ezt gondolom a torrentezésről. Na most azt fogom csinálni, hogy megpróbálok utána nézni ennek a jogszabálynak megpróbálok utána nézni. Na, találtam valamit. Language of the case Dutch. Csodálatos. De ezt kell itt feldolgozni, hogy mi a pöcsöm, de várjál, mi a kódja ennek a postalban, ez a szarnak. 590... Jézusom. Ugye, most jár az EUR kötőjel lex.europa.eu oldalán vagyok. Az úgy fest, hogy ez a lehet elérni különböző törvénymódosításokat, az uniós törvénymódosításokat. Ez mindenképpen érdekesnek néz ki. Viszont egyelőre csak azt találtam meg, hogy az alapkérdésekkel hogyan foglalkozik az ügy. Sajnos az ügyek kapcsolatban nagyon mélyebben nem találtam. Na nézzük, mit vannak ebben például a hátatlanok, ami érdekeset. A 2001-29-es irányelv hadrét cikkének bekezdés értelmében vett nyilvánossághoz közvetítésének tekintető-e egy fáj? Peer-to-peer hálózaton keresztül történő letöltése, és ezzel egyedileg e fáj egyes az egészhez viszonyítva olykor rendkívül töredékes darabjainak, pízeinek feltöltése céljára történő rendelkezés bocsátása, szintén is annak ellenére, hogy az egyes pízek önmagukban használhatatlanok.
Most komolyan az első kérdés arról szól, hogyha én mondjuk felvágok mondjuk egy filmet 70 ezer részre, és feltöltöm, hogy ez még torrentezésnek számít, vagy egy egyetlen használhatóak-e? Nem is igazán értem a kérdést, bazd meg. Tehát tekinthető-e egy file peer-to-peer hálózaton keresztül történő letöltés, és ezzel egyébként a file egyes darabjainak feltöltése célra történő rendelkezés bocsátása annak ellenére, hogy az egyes piece-ek önmagukban használhatatlanok. Ez a kérdés önmagában. Én azt értem, hogy a jog az direkt olyan balfaszon fogalmaz, hogy ne értsed meg, de ez önmagában is magyartalan. Tehát az is lehet, hogy a fordítás szar, de mégis egy Európai Uniós jogszabályfordítás bárki is csinálta, az nem hiszem, hogy Pistike a harmadik háztól jobbra tőlem. Tehát én azt mondom, hogy ezt nem tudom kifordította, de hogyha ez így van megfogalmazva, akkor elmehet a jogvidős picsába. Na mindegy. Hogyan tud a licenszvevő ilyen esetben a jogsértés folytán kárt elszenvedni? Hát bazd meg. Mert a licenszvevő annak számít, aki megveszi azt az adott dolgot? Mert ha igen, akkor ők nem szenvednek semmit. Mert abban a szempontból nem, hogy megsérül a kicsi lelkük, mert hogy mások letöltik ingyen. De azon szemben ő, a vevő tényleg nem sérül semmit. Aki az adott cucc, aki a licenc, na az szenved eléggé. De nem a vevő. Ez egy fasság ez a kérdés, nem is értem védeni. Jelentőséggel bírnak-e az első és második kérdésben ismertetett konkrét körülmények az egyrészt szellemi tulajdon jogok érvényesítéséhez, másrészt a Charta által biztosított jogokhoz és szabadságokhoz, például magánélet tiszteletben tartásához és a személyi adatok védelméhez fűződő érdekek közötti mérlegelés, különösen az arányossági vizsgálat keretében. Na mondjuk igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, meg ugye ez csak papíron létezik ez a dolog, még nincsen semmiség kötődés, hogy ez mégis hogyan lesznek begyűjtve ezek az adatok. Az egy nagyon fontos kérdés valóban, hogy meddig lehet ezzel elmenni? Meddig lehet az adatokat elkérni, túl nagy bírságokat ráosztani emberekre? Tehát az eléggé komoly lenne, és így kihasználni az egész rendszert. És még ez mellett még a különböző adatai is meg lennének az adott személynek. Mert ugye, hát az a kurva nagy helyzet, hogy még továbbra sem találom az, ami engem igazán érdekelne. De nem csak ezek a question refer dolgok vannak, tehát például arról, semmi, de semmi információt nem találtam, amit hogy most be is vezették ezt a jogszabályt, vagy hogy mi lett ennek a dolognak a teljes vége. Nem találtam még semmit. Na, hurriadot.euro.eu oldalán megtaláltam. Hát szerintem ezekre a kérdésekre való részletes kibeszélés és válaszadását. És itt egy konklúzió is. Tehát ez egy eléggé vaskos dokumentum, bár tény, amit nyílt, hogy felfogottad, de elég vaskos. Na nézzük. Life of all the foregoing by proposed fashion for a premium by the ordinary naming sex on the complex water fashion. Should be as follows. I think it's going to be 2001 easy of Europe and the cost of 22nd May 2001. Na, hát ez megmondom nektek őszintén. Elolvastam angolul, de eléggé agyarákat kaptam. Oké, megpróbálom lefordítgatni. Volt ez a kérdéskör, hogyha mondjuk több darabba töltik fel, és a felhasználó letölti ezt a több darabos dolgot, és összerakja, az is ebbe a kategóriába minősül. Így első ránézésre a konklúzió azt mondja ki, ez a jelenség, ez igenis beleesik a copyrightos témába, tehát ez egyértelmű, tehát hogy feltöltesz több részletbe egy jogvédett tartalmat, az ott még jogvédett marad, mert hogyha összerakod, akkor megkapod a teljes egész. Viszont az adott felhasználó nem lehet kérdőre vonni, aki ezt megjátsza. Tehát aki letölti. Én ezt úgy értelmezem, mert nem a XY torrent oldalra szól, hanem egy bizonyos esetről, hogy terjesztették ezeket a bizonyos videókat, ha minden igaz. És technikailag ugye az első pont azt mondja ki, hogy beleesik, de a felhasználót nem lehet felelősségre vonni, ha nem tud róla. Sőt, egyáltalán nem lehet őt felelősségre vonni. Ez a másik pont, ez kifejezetten arra fókuszál, hogy azok a cégek, akik igazából, tehát itt ez a másik pont igazából a kihasználásom alapul. Tehát, hogy olyan cégek, akik direkt jogtulajdonot szereznek és ebből próbálnak előre kovácsolni, azok nem használhatják ki ezeket a jogokat. Tehát nem használhatják ki azt, hogy kártérítést követeljenek bizonyos felhasználókkal szemben, és így adatot kérjenek le. És ez egy eléggé jó pont,
viszont ugye ez nem jelent semmit, viszont ami már sokkal érdekesebb, adott tagállam, amiben megtörténik ez az eset, gondolom én, nem követelik meg. Ugyanakkor nem zárják ki, hogy ezek a tagállamok is megadják a megfelelő egységnek, vagy szerintük megfelelő egységnek ezt a jogot, hogy ezt gyakorolhassák, miszerint, hogy ők bekérik azt a kártérítés követelését a bizonyos felhasználókkal szemben. Úgyhogy igazából erről szól a másik pont. A harmadik pont nem megerősített, vagy nem igazságos módú követelő egység, vagy csoport követeli az bizonyos felhasználók adatainak kiadását, ezt meg kell, hogy tiltsa, vagy nem engedi meg azt, hogy kiadják nekik az adatokat. És akkor itt van ez a négyes pont, amiben benn van a konklúzió. Nos, megbocsátatok, én nem fogom elolvasni az egész artikült, az egész hóbeleboncot amúgy, mert baromi hosszú. Röviden, tömören, ha valóban vannak felhasználók, meg peer-to-peer hálózatok, amelyek a védett tartalmat közlik, akkor az ő adataikat igenis ki lehessen adni az adatkezelőnek, vagy egy harmadik félnek, aki jogosult ennek a végrehajtásában. Technikailag ezzel igenis belebésték a kőbe az írást, és kimondták, hogy igen, ez valóban egy legit dolog lesz. Tehát valóban, ha van egy cég, aki azt mondja, hogy testvér, akkor én látom, hogy itt torrentezik le a szarjainkat, torrentezik le, nem tudom, az új Call of Duty Modern Warfare 72-t, hát akkor én be fogok adni, mivel én csináltam, vagy mit csináltak a játékot, be fogok adni egy kérelmet a bizonyos oldalakkal szemben. És ki kell adniuk a kapcsolatokat. Való igaz, amit a lead.hu írt, az technikailag úgy is van. Most meglepő, mert megvanom nektek őszintén, nekem a lead.hu-val mindig is volt a problémám, hogy nem mindig úgy írták meg a dolgokat, amiket kellettek, hogy megírják. Na mindegy. Ahogy nézem, de most várjál, most lehet, hogy retardált vagyok. De, hogy ez a régi. Tehát ez kurva régi. Ez a dolog. Ezt most megnézem. Ez a dolog. Delivered on 17th December 2020. Először is összeszedem a gondolataimat, hogy akkor mit tudtunk meg ezzel a témával kapcsolatban, és akkor utána meg elmondom a véleményed az egészről. Ugye az egész szituáció úgy kezdett az én esetemben, hogy a lead.hu írt egy cikket, miszerint, hogy a torrentezésnek vége. Ezt a cikket most megnézem konkrétan, mikor írták ki. Június 23-án, tehát pont tegnap, június 24-én rögzítem ezt a videót amúgy, tehát tegnap írták ki ezt a cikket. És azt írják, hogy a héten született meg ez az ítélet, amely kimondja, hogy pont, hogy az EU területén a szolgáltatók kiadhatják a torrentezett adatait a jogtulajdonosok számára. Tehát ez az alapfelállás. Ugye én ezt elolvastam, igen, valóban a leírás során úgy láttam, hogy ezek a dolgok igenis így vannak, és pretty much legit, amit írnak. Ezután ugye értelmeztük az alapszituációt is, hogy ez miért keletkezett, hogy elkérhetik a jogvédő szervek ezeknek a felhasználóknak az adatait, és akár kártérítés is adhatnak be ők maguk, de nem egy kártérítő csoport, hanem csak saját maguk. Lényegében így ezeket az adatokat ők megszerezhetik. Itt több kérdéses dolog van, mert ugye például hogyan adják ki az adatokat, tehát milyen módon és mi a maximum, amit elkérhetnek bizonyos adatok esetén. Ugye nevet mondtak, lakcímet, meg IP címet. Ez a három dolog, amit így meg lettek említve. Hogyan kérhetik le az adatot, milyen módon, kinek konkrétan. Ez még nem volt teljesen lezsírozva, de a jogszabály az legit és ez egy létező dolog. Na most akkor elmondom a véleményet az egész dologról. Megmondom őszintén, hogy mondtam, hogy a kalózkodás egy olyan dolog, amit én személy szerint meg tudok érteni, de egyértelműen nem a legjobb dolog a világon, tehát meg tudom mindenre mind a két félt. És tényleg azt tudom mondani, hogy akiknek van benne értéke, akik igenis dolgoztak vele, azok igenis azért én is elvárnám azt, hogy valamennyit fizessenek az új produktumért, főleg, hogyha az jó is. Ez olyan, mint amikor videókat, hát nem pont ugyanolyan tény, ami tény, mert itt komolyabb pénzekről van szó, de például egy videós is, ha valakinek a munkáját letöltik és újra feltöltik,
az valóban eléggé szorul esett, vagy éppen csak valamit megváltoztatnak rajta, de ugyanaz a produktum. Nekem is már volt olyan, hogy más csatornák elkezdték feltölteni korábban a videóimat, még az előző csatornámon, és egyszerűen fel sem dolgoztam, hogy amúgy miért. Tehát az adottan szerezett fel a nézettséget, nem sokat, mert a videóim eléggé hulladékok voltak akkor is, de attól függetlenül elég idegesített az, hogy baszki a videóimat lopja a tag. És igen, tehát ilyen, tehát tény, ami tény, ez nem olyan nagy dolog, mint ez, de tény, ami tény, hasonló a szituáció. Én azt megértem, hogy kell valahogy ezek ellen, kell valahogy harcolni kolózkodás ellen. Én ezt teljes mértékben meg tudom érteni. Az, hogy ez a legmegfelelőbb módja ennek a ez ellen a harcnak, hát nem tudom, nem nagyon látom. Tehát, hogyha abból is belegondolunk, hogy van egy szarva szervezet, aki csinál egy filmet, és ők lekérik azoknak a felhasználók az adatait, akik ezeket a filmeket feltöltötték, vagy igen, feltöltötték, mert igazából azt nézik. És hogy ők ezt megnézik, hogy kik ezek a felhasználók. És igazából felment a kérdés, hogy most ők mit csinálnak ezzel? Kírnak milliós bírságot egy adott személynek? Vagy kírnak egy... megnézik a kárt, mit tudom én, tegyük fel, mondjuk egy full random számból 120 millió, és kiadnak erre, mit tudom én, 80 ezer felhasználónak ezt a 120 milliót leosztva. Én nem tudom ezt elképzelni, hogy szóval akarják ezt megcsinálni, vagy hogy egyáltalán mit szeretnének, csekket kiküldik, vagy mi a köcsöm ez. Tehát igazából nem is értem, hogy milyen céluk van ezzel, vagy egyáltalán le akarják őket kapcsolni, rá akarják, hát mondjuk meg rá is tudják hívni különböző más igazságszolgáltató szerveket is. Én nem tudom tényleg, hogy ezt hogyan akarják elképzelni. Minden esetre érdekes az egész szituáció. Megmondom őszintén, ugye a cím, hogy ennyi volt a torrentnek. Hát igen, ez egy elég érdekes kérdéskör. Én megmondom őszintén, nem tudom megmondani, hogy ennyi volt a torrentezésnek. Én azt meg tudom mondani, hogy jelen szituációban szerintem a torrent még működik, és létezik, és van, de az, hogy ez a cikk tegnap jelent meg egy olyan törvénykezésre, ami már kim van fél éve, azt szerintem elég sokat elmond, hogy még mind a mai napig torrenteznek az emberek, és még nem történt semmi. Lehet, hogy most történt valami, amit most nem vettem észre, és emiatt írtam, hogy lehet, hogy vége van a torrentnek. Nem láttam ilyet, de tény, ami tény, hogy ez az ügy fél éve lett lezárva. Technikailag én azt mondom, hogy lett zárva, mert ki lett adva ez a konklúzió, meg az egész ügyről ez a 90 000 sor. Egyelőre úgy fest, hogy az egész szituáció most jelenleg nem csinál nagyon semmit. Lead.hu, azért én nem mondanám ennyinek a torrentet. Igazából ennyit tudok elmondani az egészről. Szóval AtNevezMind, végre az első rész megvan. Nem volt annyira szarrá mémelve az egész, tudom. Nem tudom, hogy lehet, hogy legközelebb megcsinálom jobbra, de egyelőre ez lett. Valószínű megpróbálok azért ilyesmi stílusban ezt közölni, leginkább tényeket akarok közölni, meg kellett így a véleményemet elmondani. Nekem ennyit sikerült igazából most egy óra alatt megnézni. Hát igen, remélem, hogy tetszett nektek, és akkor hát, hogyha van valami téma ötletek, amiről szívesen meghallanátok az én véleményemet, akkor én azt szívesen meghallgatom, kommentbe írjátok le, és a jobb témákat pedig megleszem, és elmondom a véleményemet rólam. Ugye ez a sorozat direkt arra van, hogy ne csak gamer témákat beszéljek ki, tehát elég az, hogyha például játszó, gameplay-eket csinálom, végigjátszásokat csinálom, bőven elég az a gamingre. Én itt is, tehát előfordul az, hogy beszélek gaming témákról ebben a sorozatban, de én azt a célt akarom kitűzni, hogy valami másról is beszéljek, és elmondjam a véleményemet róla, és nekem például az egész szituációból ennyi ez a vélemény jött ki, amit most láthattuk. Szóval igazából ennyi. Én nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, és sokan tetszett nektek ez az első rész vége, és nem tudom, milyen gyakran fog jönni AtNevezMind. Én arra gondoltam, hogy ilyen havi egy videó szerintem nekem most így össze tud jönni, de majd meglátjuk, hogy akkor nem tudom, mi ez. Még egyszer köszönöm a figyelmet, találkozom legközelebb, addig is sziasztok! Oh.